Kedves testvéreim, amikor ma készültem, mára készültem a apák napi üzenettel, akkor eszembe jutott az, hogy mindannyian szülőké válhatunk Isten országával, Isten népe között, és mindannyiunknak kell, és ez az elhívásunk, hogy szülőké váljunk. Úgy érzem, hogy nagyon szép és örömteli párhuzamokat mutat Isten igéje a személyes életünkkel, az, hogy hogyan váltunk apává és anyává, és köszönöm, hogy emlékeztettek, hogy két mikrofon is van nálam, úgyhogy szokás szerint az egyiket most lehetesz. Jó. Isten áldjon meg mindenkit, és arról szeretnék ma mindenkit tájékoztatni, hogy Isten arra hívott el mindannyiunkat, akik itt vagyunk Isten népe között, hogy legyenek szellemi gyermekeink, váljunk szellemi édesapává. Amen. Mindannyiunknak ez a dolga, férfiaknak és nőknek, váljunk szellemi szülőkké, és néhány igével szeretnék röviden, hogy az igével is, és az idővel is jól gazdálkodjunk, minden igét fogunk érinteni, és fogjuk látni azt, hogy hogyan is nő egy gyermek fel Isten országában, Isten családjában. Az első ige, amit szeretném, ha el tudnánk olvasni, János evangéliumában van. János evangélium a 12. részében. János evangélium a 12. rész, 24. versen így szól. Bizony, bizony mondom nektek, ha a húz a szem földbe nem hull és el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok termést hoz. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét a világban, örök életre tartja meg azt. Hát az első lépés, amikor gyermeket szeretnénk vállalni, hogy el kell határoznunk, hogy mi pedig vállalunk gyermeket. És kell, hogy legyen egy fogantatás az életünkben, amikor elindul az a mag, amelyet Isten a szívünkbe helyez, hogy én apává szeretnék válni. Nem szeretnék egyedül maradni, nem szeretnék szingli maradni, nem szeretnék egyedülálló maradni, nem szeretnék a személyes kis kedves életemet megőrizni saját magamnak, hanem szeretném ezt továbbadni, szeretném, hogyha más is profitálna belőle, és szeretném, hogyha tudnám megajándékozni a leendő gyermekemet azzal, hogy megengedem neki, hogy megszülessen. Ez az, amikor megfogan bennünk a lehetőség, megfogan bennünk, elhelyez bennünk Isten egy olyan magot, amit be kell, hogy fogadjunk. Talán emlékeztek, hogy beszéltünk arról a magról, amely pontosan ugyanolyan növényé fog válni, amilyen a mag, ugyanolyan növény felnő, és ugyanolyan magot fog teremni, mint amelyik magból felnőtt. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy Jézus Krisztus önmagáról beszélt legelőször is, hogy amikor elhal ez a mag, amikor Jézus Krisztus odaadja az életét miértünk, akkor ugyanolyan Jézusok, Jézus tanítványok, isteni jellemmel, Jézus Krisztus jellemével rendelkező emberek fognak felnőni, és megtérnek a gyülekezetekben, és felnőnek, és ők is fognak gyermeket vállalni. Amikor Isten eléd hoz valakit, és azt mondja, ezért az emberért téged teszlek felelőssé, hogy megtérjen el az ember, behelyez egy magot a szívedbe, behelyez, és ezzel szinte megtermékenyíti a te bensődet azzal, hogy ezt az embert hordozzad a te bensődben. Ez az, amikor időt töltök Istennel, amikor személyes, nagyon jó, intim kapcsolatban vagyok Istennel, és ezt a magot el tudja ültetni a szívemben. Imádságban, ige tanulmányozás közben, itt a gyülekezetben, amikor hallgatjuk a tanítást, akkor Isten személyesen közel jön hozzánk, beszél velünk, a szívünkre helyezi ezt a dolgot, a szívünkre beszél, és a igéje szerint, és ad egy magot az életünkben, hogy megfogadjon bennünk az elhatározás, hogy mi pedig evangéliumot fogunk hirdetni minden embernek. Amen. A gyülekezetnek az egyik látása, a legfőbb látása, hogy evangéliumot szeretnénk hirdetni minden embernek, és ez az evangélium az, amikor
a szívünkben megfogan egy látást, a szívünkben befogadjuk ezt a magot, amelyet Jézus Krisztus ránk bízott, hogy evangéliumot tudjuk hirdetni minden embernek, ezért személyesen neked az a feladatod, hogy magadévá tedd ezt a látást, elfogad, hogy ez igen, Istentől jön az életedbe. Ha még eddig titok volt az életedben, akkor elmondom neked azt, soha nem helyezi a szívedre a sátán, hogy imádkozzál másokért, és hogy evangéliumot hirdessél. Tehát ha ilyen érzés motorog a te belsődben, imádság, evangélium, bizonságtétel mások felé, akkor biztos lehet benne, nem is kérdezzél meg senkit, biztos lehet benne, hogy ez a mag, ez az elhatározás Istentől jött az életedben, és engedd, hogy ez felnövekedjen az életedben. Tehát kell egy elhatározás, egy odaszállás az életedben, hogy te szeretnél evangéliumot hirdetni, engedd magadat megtermékenyíteni ezzel a gondolattal, evangéliumot fogok hirdetni az én fele barátomnak. Ez lehet a te testvéred, lehet a szülőd, a gyermeked, a házastársad, a melletted álló, ülő munkatárs, a melletted ülő iskolatárs, a melletted lakó szomszéd, néni, bácsi, bárki, akit Isten a szívedre helyez, és te szeretnéd, hogy ez az ember megszülessen, újjászülessen, ez egy mag Istentől, egy elhatározás, egy odaszállás. Igen, szellemű szülővé szeretnék válni. És amikor ez megfogan benned, akkor következik az a lépés, hogy növekedünk, növekedést ad Isten az anya mélyben benned, hogy ez az ember felnövekedjen, és alkalmassá váljon arra, hogy újjászülessen. Tehát mi a mi dolgunk? Az, hogy hordozom továbbra is imában. Hordozom továbbra is imában, Isten elé hozom, és megvalósul az életében Jeremiás könyvének első részének 4. verse, amely úgy hangzik, Jeremiás első rész 4. verse. Így szól hozzám az Úr szava, 4.-5. vers, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Mielőtt kijöttél az anyaméből, megszenteltelek, és prófétáról rendeltelek a népek közé, ez szólt Jeremiáshoz, de mindenképpen Isten szava szól hozzánk, mielőtt megformáltalak az anyaméből, már ismertelek, mielőtt kijöttél az anyaméből, megszenteltelek, és elhívtalak egy szolgálatra. Jeremiás egy prófétai szolgálatra, lehet, hogy valaki más is prófétai szolgálatra, én az Úr. Pásztori szolgálatra, evangélista szolgálatra, dicsőítő szolgálatra, ima szolgálatra, segítő szolgálatra, bármilyen szolgálat, amely Istentől jön, a gyülekezet épülésére van. A mi dolgunk az, hogy higgyük el, hogy Isten adta ezt a magot az életünkben, és gondoskodjunk erről. Folyamatosan imádkozunk, folyamatosan tápláljuk az életünket, én is táplálkozom. Kedves édesanyát, akit már szültetek gyermeket, azt hiszem a legelső, legfontosabb dolog, hogy úgy gondolkodjunk, mindannyian úgy gondolkodhatok, hogy most már nem csak én magamért leszek, hanem kettőnkért. Úgy táplálkozom, hogy az a gyermeknek jó legyen. Úgy viselem az életemet, hogy azon a gyermeknek jó legyen. Ha eddig voltak káros szokásaim, azokat elhagyom, mert ez a gyermeknek nem jó. Ugyanígy, ha eléd adott Isten egy látást afelől, hogy szeretnél valakit megszülni, szeretnél valakit oda vinni Jézus Krisztushoz, hogy az újját tudjon születni, akkor vizsgáld meg az életedet. Mi az, ami a te életedben nem jó annak a gyermeknek? Mi az, ami a te életedben jó annak a gyermeknek? Táplálkozzál úgy, viselkedjél úgy, gondolkodjál úgy, beszéljél úgy, hogy ez az ember tudjon, akit evangelizálni fogsz és evangelizálsz, tudjon felnövekedni, tudjon jó példát venni rólad, tudjon eljutni, kezdjen feljönni arra az állapotra, amikor már szeretne újjászületni. Remélem, hogy értjük mindannyian ezt a párhuzamot. A mi feladatunk, a mi felelősségünk az, hogy jól viseljünk gondot azokról a ránk bízott szellemi csecsemőkről, szellemi embriókról, akiket Isten ránk helyezett,
és el tudjanak jutni a megszületésnek az állapotára. És nem mondjuk azt, hogy nem akarom megszülni ezt a gyermeket. Lehet, hogy Isten a szívemre helyezte, de túl sok teher, túl sok nyavajával jár, túl sok felelősséggel jár, és ma nagy divat kint a világban a testi szülőknél, hogy lemondok a gyermekemről a karrierem miatt, a kényelmem miatt, elvisszük a gyermekünket, és egy ajtóval eltévesztjük, nem a terhes gondozásra, nem a szülőszoba felé tereljük az gondolatainkat, meg a lépéseinket, hanem az abortusz klinika felé. Testvérek, ez testi dolgokban sem helyes. Itt mondom mindenkinek, nem helyes. Azért kezdtem a megfogantatásnál, hogy a gyermeknek, a szellemi gyermeknek a születése és a megfogantatásnál kezdődik, mert a testi gyermeket is a megfogantatáskor már élő szervezet. És úgy kell róla gondoskodnunk, mint ajándékról. Ugyanígy a szellemi gyermeket, a tanítványaink, akik akarnak felnőni, nem szabad, hogy elvegyük tőlük az élet lehetőséget. Táplálkozzunk úgy Isten igényével, viselkedjünk úgy, és gondoskodjunk róluk úgy, vegyük őket körül szeretettel, szerelemmel, vegyük őket körül gondoskodással, hogy amikor eljön az ideje, hogy szeretnének dönteni, hogy most szeretnék újján születni, akkor ez egy elkészült állapot legyen minden jónak az életében. Úgy táplálkozom, úgy élek, hogy a csecsemőnek, a bennem levő, növekvő életnek is jó legyen, és felkészülök a szülői szerepre. Mert onnantól kezdve, hogy Isten belém helyezte ezt a magot, belém helyezte ezt a gondolatot, hogy szeretnék tanítványokat nevelni, szeretnék szellemi édesapa lenni, onnantól kezdve, mondom úgy, nincs visszaút, onnantól kezdve szülővé fogsz válni, és végig kell vinned azt az utat, amiről most beszélünk. Felkészülök a szülői szerepre, onnantól már nem csak magamnak olvasom a Bibliát, hanem annak az embernek is. És mi sokat gyakoroltuk a gyermekeinkkel, hogy énekeltünk. Lefeküdt Judit az ágyra, mellé feküdtem és énekeltem. Énekeltem Patriknak, énekeltem Roxikának, és talán lehet, hogy ezért vannak benne ők is a dicsőítésben. De mindenképpen beszélni kell ezekhez a gyermekekhez. Már az anyamében, már ismerik az édesapának, az édesanyának a hangját. Már érzik azt, hogyha feszültség van a szülőben. Már érzik azt, hogyha valamit rosszul érez az édesanya. Ha kiabál az édesapa mellette, már hallja. Testvéreim, akik figyelik az életünket, akik a megtérésre szeretnének eljutni, figyelik, és már tapasztalatot szereznek abból az életből, ami vár rájuk. Vajon milyen a külvilág? Vajon milyen az Istennel való kapcsolat? Vajon milyen az Isten családjába tartozni? Ha azt látják és azt érzik körülöttünk, hogy veszekedés van, ha azt látják, hogy unakodás, rossz érzés van, akkor ők is rosszul érzik magukat. De ha kedvességet, szeretetet, gyengédséget éreznek már az anyamében, szívesebben fejlődnek és szívesebben születnek meg. Eljön az az idő, amikor megszűrjük a gyermekünket. Galata levélben azt mondja Pál apostol, Galata levél 4. rész, 19. verse, lapozzunk oda is testvéreim, Galácia beliekhezért levél, 4. rész, 19. verse. Gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, amit kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Mondanom sem kell, fájdalommal való szülés, ez testileg is egy fájdalommal való szülés, nem csak az édesanyának, hanem a gyermeknek is egy nagy megrázkódtatás megszületni. Úgy kell neki forgolódni, úgy kell neki igazodni, hogy a szülő csatornába beérkelődjön, és ahogy az édesanyának a méhe ezeket a hullámokat veri, tudjon megszületni. És az édesanyának is nagy odafigyelés, nagy odaszállás kell, hogy meg tudja szülni az a gyermeket, és a gyermeket is. Ugyanígy, amikor valaki újjá születik, és amikor átadja magát Jézus Krisztusnak, akkor ez nekünk is egy örömteli fájdalom, és annak a
embernek is egy külön megrázkódtatás, mert onnantól kezdve örökké él, fog élni. Örök életet kapott, megszületett erre az örök életre. Már nem ugyanaz a környezet veszi körül, mint ami eddig, hanem egy másfajta családba születik bele. Már saját magának kell a lélegzésről gondoskodni. És ha az imáról úgy beszélünk, mint szellemi levegővételről, akkor az első lélegzetvétele a megtérő gyermeknek, a megtérő imája, amikor behívja, beengedi Jézus Krisztus az életébe, amikor újjászületik az ő élete. És ez a kemény munka, ez megtérő. Ez a kemény munka, ez utána mind a kettőnek öröm. Felsír a gyermek, a édesanyja fájdalommal szül, de mikor azt látja, hogy megvan minden, amikor azt látja, hogy ez az enyém ide fekszik a mellkasomra, és nagyon jó kapcsolatban van szülő és gyermek, akkor a gyermek is megnyugszik, az édesanyja is. Mindent elfelejt, hogy milyen fájdalom volt. Ugyanilyen örömmel örömet hoz az életünkben az is, amikor látunk megszületni szellemi gyermekeket. Amikor rengeteg sokat imádkozunk olyan emberért, akiről sokan már lemondtak, amikor sokan kinn a világban is azt mondják, ez a gyermek nem lesz egészséges, nem látja meg a napvilágot, ha meg is születik, akkor két napot adunk neki, és az orvosok sajnos sok olyan gyermeknek a abortálását javasolják, aki végül épegészséges és teljes pompával megszületik. Ugyanígy mi is soha nem mondjuk le a szellemi gyermekeinkről. Soha nem gondolkodjunk úgy, hogy ez a gyermek soha nem fog tudni megszületni. Bárki, akit Isten a szívedre helyez, bárki, aki eleget imádkozol, aki előtt az életed evangélium, aki előtt az életed példakép, aki előtt az életed egy vezérfonal, aki előtt megkívánni való életet tudsz élni, az meg tud születni, és életre való lesz. Fájdalommal szüljük ezeket a gyermekeket, ahogy Pál apostol is írja, de egy örvendezés lesz bennünk, mert látjuk, hogy élet jött elő, és Isten népe, Isten családja növekszik. Megszületik a gyermek egy családba, és a következő feladat az, hogy tápláljuk azt a gyermeket. A következő feladat az, hogy gondoskodjunk róla, mert még nem tud a saját lábára állni. Még nem tud semmit igazából, csak az, hogy éhes vagyok. És szükségem van a szellemi édesanyámnak, édesapámnak a közelségére. Az első növekedési szakasz, amikor a családban növekedik a gyermek, és Péter első levelének második rész, második, harmadik versét szeretném ehhez hozzáfűzni. Péter első levele, második rész, második, harmadik verse. Mint újjászületett csecsemők, az ige tiszta, hamisítatlan tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megismertétek, hogy jóságos az Úr. Mint ma született, olyannan született csecsemők, az ige tiszta, hamisítatlan tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Folyamatosan kell, anyateljel, jól emészhető, gyenge, gyermekeknek való, újjászületett csecsemőknek való tejjel táplálunk azt az életet, amelyet Isten rám bízott, hogy megszüljünk. Amikor valakit evangéliummal behívunk Isten országába, akkor felelősséget vállalunk azért, hogy ez a gyermek fel is fog nőni. Misi pásztornak a mondata az, hogy nem a pokolnak szüljük a csecsemőinket. Ez igaz a fizikai életben is, amit rád bízott gyermeket az Úr,
és azt mondja Isten igény, az anyamé gyümölcse, jutalom és áldás, úgy neveljétek fel a gyermekeiteket, hogy azok megismerjék Istent, ugyanúgy a szellemi csecsemőket is nem szabad ott hagyni az út szélén. Nincs ott vége a nagy misztériói parancsnak, hogy menjetek és evangelizáljátok, hanem tegyétek őket tanítványá, és tanítsátok őket mindarra, amiket parancsolok, mondja Jézus Krisztus. Evangélium az csak az újjászületéshez való, utána pedig tanítani, táplálni, tejnek italával kell táplálni, és majd később keményebb eledellel is, de azt mondja az újjászületett csecsemőket, folyamatos gondoskodással, folyamatos táplálással engedni kell, hogy növekedjenek, növekedjenek. És vannak a gyermekeknek az életében védőoltások, amelyek bizonyos időközökben eljönnek, olyankor elvisszük a védőnőhöz, elvisszük a gyermekorvoshoz, kapnak oltást bizonyos betegségek, járványok ellen. Ugyanilyen betegségek, ugyanilyen járványok szeretnék megtizedelni a szellemi csecsemő keresztényeket is, amelyek a hamis tanítások, amelyek a hamis vallások, amelyek a vallásosságok köntösében jönnek, és próbálják megfertőzni a szellemi gyermekeinket. Kedves szellemi szülők, a mi feladatunk, hogy ezeket a védőoltásokat megkapják a gyermekeink, amikor eljön az ideje, meg kell őket tanítani, mert megkapják ezt a szellemi igei védőoltást, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami fontos, mi az, ami véd, és mi az, ami ártalmas. Folyamatosan kapják meg a tanítást arról is, a gyermekeink, a szellemi gyermekeink, hogy mi az ártalmas, hova ne induljanak, hova ne nézzenek, hova ne nyúljanak, hova fordítsák a tekintetüket, és hova ne. A mi felelősségünk, mert magától nem tudja az a gyermek levédeni magát. A mi felelősségünk, és mi vagyunk az első számú példaképek ebben az időben. Úgy beszélnek a gyermekeink, hogy az első három évben, az én beosztásom szerint, mielőtt még elindulnánk az oldalába, úgy beszélnek, úgy viselkednek, olyan értékrendet kapnak, hogy én viselkedek, meg a másik szülő. Rólad vesznek példát. Ha káromkodik, akkor ne fogd rá, hogy én nem tudom, miért káromkodik. Testvérem, azért káromkodik egy gyermek, mert otthon is ezt látja. Azért káromkodik, mert otthon is ezt látja. Azért beszél csúnyán az édesanyjával, mert otthon is ezt látja az édesapjától. Hogy azért nézi le az édesapját, mert az édesanyjától is ezt látja. Nagyon fontos, hogy az első időszakban, amikor miránk van, csak miránk van bízva az a gyermek, amikor mi vagyunk az első számú példaképek, akik a követők, akiknek a követői válnak, hogy mi hogyan élünk előttük. Ha látják, hogy mi minden nap igét olvasunk, ha látják, hogy minden nap imádkozunk, úgy fognak megtanulni késsel villával lenni a gyermekeink, ha mi magunk is késsel villával leszünk. Úgy fogják megtanulni, hogy hogyan kell használni a fürdőszobát, mosdót, vécét, ahogy mi tőlünk látják. Úgy le fogják használni a nagyszobát, focipályának, vagy éppen nem focipályának, ahogy tőlünk látják. Úgy fogják kapcsolgatni a televíziót, ahogy tőlünk látják. Olyan oldalakat látogatnak az e-mail, a interneten, ahogy tőlünk látják. Felelősség, felelősség, testvéreim, legyünk követendő jelentétek azok előtt, akiket nekünk adott az Úr, hogy felnőjenek a mi családunkban. Példás szülő, példa a szülő, csinálnak, és tőle tanul beszélni, tőle tanul imádkozni, tőle tanul igével táplálkozni, tőle tanul gyülekezetbe járni. Sajnos volt olyan példa előttem, amikor eljött valaki a gyülekezetbe, és azt mondta, hol van az a testvér, aki engem hívott? Mondom, testvér, ki hívott? Nem mondta a nevét. Mondom, mondjuk két hete én sem láttam azt a testvért, de téged ide küldött, hogy majd vár, de akkor most itt vagyok én. Akkor beszélgessünk. Ez nem jó példa. Elhívni valakit a gyülekezetbe úgy, hogy te nem is vagy itt, ez egy rossz példa. Ugye milyen biztásnak tűnik? Elküldeni a gyermekedet egy olyan helyre, ahol te még soha nem voltál, és nem te vagy a követő, követendő, hanem te vagy esetleg a követője, ez nem helyes.
amit szeretném megtanítani az utána jövő generációnak, amit szeretném megtanítani a szellemi csecsemőnek, gyermekednek, tanítványodnak, abban neked is toppon kell lenni és elő kell járni. És van egy következő növekedési szakasz, amikor a gyermekünk óvodába kerül, iskolába kerül, amikor már nem csak mi tanítunk neki, hanem vannak szakpedagógusok, vannak szaktekintélyek, akik néhány dolgot jobban tudnak, mint mi. És el kell őket küldenik az iskolába. Ki kell engedni őket a családi fészekből, és rá kell bízni olyan emberekre, olyan szellemi vezetőkre a gyülekezetben is, akik nem mi vagyunk, hanem más gyülekezeti tagok, gyülekezeti vezetők, tanítók, szolgálók. És ezt sem szabad elcsalnunk, elsajnálunk a szellemi gyermekeinktől. Szabad odaengedni mások közé is, szabad, amikor már megtanultak, nem csak anyateljel táplálkozni, amikor már mondjuk így fizikailag is szobatiszták, és tudnák már használni a kést, a villát, amikor már tudnak megülni és felállni, tudnak rendet maguknak parancsolni, tudják azt, hogy mi a házi rend, mi a napi rend, mikor kell lefeküdni az óvodában, aludni, mikor kell felkelni, hogy kell ülni, hogy kell kivinni a tányért, kanalat, villát, koharat ahhoz a kis kocsihoz, mondjuk a óvodát hozom példának, de az iskolában is. Szabad odaengednünk a gyülekezetben is, mások közé, amikor már bizonyos ismereteket megszerezte a szellemi szülőktől, és nem szabad elsajnálni többi testvérünktől, hogy tőlük is tanuljanak jót. És ha véletlenül rosszat tanulnának a többiektől, akkor még mindig a mi felelősségünk, még mindig a mi vagyunk a gondviselői, az iskoláskorú és óvodáskorú gyermekeknek is, és nekünk elszabad és el kell magyaráznunk azt, hogy bár valamit nem úgy tanultál a gyülekezetben, de ne legyen ilyen testvéreim. De igenis, még mindig mi vagyunk az első számú példaképek a gyermekeinknek, és nekünk kell sokszor helyre tenni dolgokat, mert félreért valamit, mert rosszul emlékszünk valamire, mert valamit félre hall a gyülekezetben. Lehet, hogy jó indulattal és jó kedvel és jó szándékkal mondanak neki testvérek, gyermekcsoportban, felnőttcsoportban, ifi csoportban, és hazajön és nem ért valamit. Te dolgod, a mi dolgunk az, hogy elmagyarázzuk, és tiszteletet tanítsuk. Igen, tisztelni kell a tanárunkat, tisztelni kell a pedagógusokat, tisztelni kell a vezetőket a gyülekezetben, és soha nem mondunk rosszat senkiről. Nem? Nem mondunk senkiről rosszat, aki jót tanít nekünk. Nem értjük direkt félre tanárainknak, a tanítóinknak, a pásztorainknak a szavait. Nem azt keressük a gyülekezetben, hogy miben lehetne megbotránkozni, hanem mindenkiben a jó feltételezzük először is. Nem? A jót keressük mindenkiben. Ott van benne Jézus Krisztus. Ehhez is szeretnék egy igét olvasni nektek ehhez a szakaszhoz, a növekedésünk ehhez a szakaszához, Zsidókhoz írt levél 5. rész. Zsidókhoz írt levél 5. rész, 13. és 14. verse. Zsidók 5. 13-14, mert mindaz, aki teljesen él, járatlan az igazság beszédében, mivel hogy kiskorú. A nagykorúakhoz pedig kemény eledel való, mint akiknek a gyakorlat ítélő képességünk van, a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ez a szakasz már nyitogatja a szárnyait a szellemi gyermekünknek. Már el kell jusson arra a szakaszra az életében, hogy tudok különbséget tenni jó és rossz között, és akkor is tudok nemet mondani, amikor nincs ott mellettem a szülő. Már van ítélőképessége, már van értékrendje ennek a gyermeknek, és nem mindent a szülő kell, hogy megmondjon neki, nincs mindig mellette a szellemi szüleje, hanem neki el kell tudni dönteni, megnézem ezt a filmet, vagy nem nézem. Elmegyek ebben a társaságba, vagy nem megyek ebben a társaságba.
megveszem ezt az emléket, kis házi bálványt, vagy nem veszem meg? Elfogadok-e kínálós cigarettát, drogot, alkoholt, vagy nem fogadok-e? Ezeknek a gyermekeknek már kemény eledelre van szükségük, ezeknek a gyermekeknek már józan ítélő képességgel kell, hogy rendelkezzenek, és ez sokszor a mi felelősségük is, hogy ezt megtanulják, mire szembe kerülnek vele. Inkább hamarabb tanítsuk meg nekik egy kicsivel, mint hogy elkéssünk. Inkább hamarabb hívjuk fel a figyelmet, az ő figyelmüket arra, hogy milyen veszélyek és milyen problémákkal találkozhatnak, mint hogy egyszer is elkéssünk. Megtanulja folyamatosan az önállóságot az a gyermek, és nekünk pedig nem szabad magunkhoz láncolni azt a gyermeket, hanem engedni kell. Engedni kell el is esni. Engedni kell elbukni. Engedni kell arra is, hogy néha a saját kárát tanulja. Nem lehetünk mindig atyáskodók és anyáskodók fölötte. Kell, hogy a saját helyzetünkön keresztül is megtanulják, hogy legközelebb jól tudjanak dönteni. És amiért minden gyermeket valamikor is megszülünk, úgy fizikailag, mint szellemileg, azért, hogy egyszer felnőjön, önálló életet éljen, és ő is alkalmas legyen a gyermek szülésre. Testvéreim, ez a cél, amikor Isten ad neked egy magot, a szívedbe, akkor azért adja, hogy felnövekedjen benned, meg általad, meg melletted egy következő generáció, aki ugyanazt fogja tenni, amit te. És emlékezzünk csak arra a példázatra, amit Jézus mondott, a mag elhal, sok gyümölcsöt terem, és érdekes módon azokban a gyümölcsökben ugyanolyan mag van, mint amiben az a fa felnőtt, és ha azt a magot a gyümölcsből kivesszük és megint elültetjük, megint ugyanaz fog felnőni, és megint ugyanolyan gyümölcsöket fog teremni. Jézus Krisztus meghalt. Elvetette ezt a magot, és felnövekedett egy tanítványi apostoli kör. Az apostolok cselekedete így indult. Utána ezek az emberek is mind továbbadták, és továbbadták, és továbbadták, és szétszóródtak, és a föld végső határáig hirdettetik az evangéliumot. És itt vagyunk most Debrecenben, Magyarországon, 2013-ban, ezen a csodálatos szép napos napon, az apák napján, amikor azt mondja nekünk Isten, hogy szellemi atyákká kell váljatok ti is, és növeljetek fel, neveljetek fel olyan tanítványokat, akik maguk is ugyanolyan tanítványokat fognak felnevelni, mint amilyenek ők voltak. Akik ugyanolyan kedvet kapnak a gyermek szüléshez, mint ahogy ők megkapták az esélyt arról, hogy felnőjenek és megszülessenek. Cél az, hogy felneveljünk, hozzunk egy generációt, felneveljük Patrikot, az én dolgom, felneveljem Roxanát, hogy egyszer, amikor eljön értük a vőlegét, vagy a menyasszony, akkor oda tudjam nekik adni, és azt mondjam, innentől kezdve ti lesztek szellemi szülők. Jön értünk egy vőlegény, a szellemi vőlegényünk Jézus Krisztus. Igyekezzünk úgy felnevelni a mi tanítványainkat, a mi szellemi gyermekeinket, hogy oda tudjuk adni, hogy tudja oda kötni az életét Jézus Krisztushoz, hogy neki is a menyasszonya legyen. Az ő legény legyen Jézus Krisztus, ő is menyasszony legyen, és tudjon személyesen kapcsolatban lenni Jézus Krisztussal. Tudjon ő is egy magot elültetni magában, tudjon ő is szellemi gyermeket növelni, tudjon ő is szülővé válni. És onnantól kezdve, mint jó nagymama, egy jó nagypapa, szemlélhetjük és örülhetünk a következő, négy következő generációnak, szellemi unokáknak is, de ezeknek a felnevelése már nem a mi dolgunk. Milyen jó, ugye? Adhatunk jó tanácsot, de nem a mi dolgunk felnevelni az unokákat. Imádkozhatunk értük, ha kell, segíthetünk a szellemi szülőknek,
bátoríthatjuk őket, és imádkozzunk értük, hogy tényleg alkalmas szülőkké váljanak a mi gyermekeink is. Az utolsó mondat, amit felírtam ide, célunk az, hogy elérje azt a kort, amikor elkötelezni magát arra, hogy ő is szellemi szülővé váljon. Ehhez pedig az ige, amit szeretnék társítani, és az igével fogom befejezni, Korintusi második levél, 11. rész, második verse, 2 Korintus 11, 2. Mert az Isten szerinti féltő szeretettel féltelek titeket, hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsanak benneteket Krisztus elé. Ez a célunk, testvérek. Mindannyiunknak, hogy el tudjuk jegyezni Isten szerinti féltő szeretettel féltő szeressük a mi szellemi gyermekeinket, hogy el tudjuk őt jegyezni egy férfiúnak, mint szeplőtlen szüzet állítsanak titeket Krisztus elé. Isten áldja meg a missziónkat, Isten áldja meg gyülekezetnek a látását, evangéliumot minden embernek, tegyetek tanítványokká, mindenképeket. Amen. Amen.